Sziasztok! A harmadik vlogunkban meglátogatjuk a Figula pincészetet Balatonfüreden, végigkóstoljuk a Villatolnai 2016-os borait, valamint epizódbor helyett epizód pezsgőt mutatunk nektek az ünnepi hangulat miatt. Most pedig következzen a kóstolom.hu megújult weboldalának a bemutatója. Főoldalunkon már nem csak a legfrissebb cikkeinket és eseményeinket tudjátok megnézni, hanem videóink is felkerültek. Esemény aloldalunk megújult, folyamatosan frissítjük az adatbázisunkat. Naptárunk és országtérkép segítségével dátum szerint tudjátok követni, merre, milyen eseményre érdemes ellátogatni. Ha kiválasztjátok a dátumot és rákattintotok a térképen megjelenő eseményre, láthatjátok a szervezőt, leírást, a helyszínt és minden egyéb fontos információt, amit tudni érdemes rendezvényről. Kövessetek minket és ne maradjatok le a fontosabb eseményekről. És akkor kezdjünk a Figula pincészetnél, ahol Figula János idegenvezetésével nézhetünk szét. Mivel nekünk ugye az alap filozófiánk az az, hogy minden évjáratból, minden fajtából hozzuk ki az extrémitást, tehát bármi van benne, hadd legyen olyan, amilyen lenni akar, nem korlátozzuk be a borokat, nem piacra termelünk, nem azért termelünk, hogy el tudjuk adni ezeket, hanem tényleg a maximumot hozzuk ki belőlük. Ezért igazából mindegyik nagyon közel tud állni az ember szívéhez, hiszen nem sablonborok készülnek nálunk. Nem rólunk szól ez a pincészet, teljesen mindegy lehetne ezt bármilyen pincészetnek hívni. Stílusosabb is lenne ugye az anyai ágkötődése miatt, ugye akár Tolnai pincészetnek hívni, hiszen a nagyszülői ág, anyai ág, ugye a Tolnai család. Nem ez a fontos, az a fontos, hogy olyan borokat készítsünk el, amiket csak itt lehet elkészíteni, és amik a lehető legextrémebbek, és amik tényleg csak ezen a borvidéken, csak ezekben a dűlőkben készülhetnek. Úgyhogy mi ezért vagyunk itt alapvetően, hogy ezt megvalósítsuk, semmilyen saját érdek, vagy semmilyen saját elképzelés nincsen mögött, hanem az, hogy tényleg szolgáljunk, és szolgáljuk a borvidéket, és szolgáljuk ezeket a dűlőket, hiszen annyit kapunk tőlük évről évre, amennyit képtelenség visszaadni. Nemrég kerültek piacra a Villatolnai 2016-os borai, ezek közül kóstoltunk végig néhányat a konyhánkban, Nádasi András segítségével. 2016-os tételeket hozhatok. Milyen év volt a 2016? Nem volt egy könnyű évjárat, de ahogy mi tapasztaljuk, nincsen két egyforma évjárat, mindig másféle módon kell többet teljesíteni a szőlőben és a pincében, de szeretjük a kihívásokat, és szeretünk jó borokat készíteni, és úgy érezzük, hogy a 2016-os boraink is egytől egyig megállják a helyüket, kezdve a reduktív fehérbortól, a rozénát, a testesen vörösborokig, nagyon izgalmas tételeket lehet kóstolni a Villatolnai pincétől. Ezek közül a tételek közül én a Rajnai Rieslinget nagyon szeretem, megosztik, hogy kinek a reduktív, kinek a fahordós a kedvence. Én mind a kettőt szívesen iszom bármikor, és ugye az a nagyon-nagyon jó visszajelzést kapjuk a fogyasztóktól, hogy a Villatolnai bármely tételéről legyen szó, mindig jó eséllyel egy nagyon jó bort kapnak, és így biztonsággal tudják választani még azokat a tételeket is, amit kevésbé ismernek. Ez nekünk mindenképpen egy nagy visszaigazolás és nagy öröm, hiszen a fogyasztóknak készítjük a borokat és az ő örömükre, ez számukra többet jelent, mint bármilyen borversenyen elért aranyérem. Karácsony tájékán pedig sok asztalra pezsgő kerül, így mi is ezt fogunk mondani az epizódborban. Van egy olyan mondás, hogy minden étkezéshez bort iszunk, kivétel a reggelihez, ahhoz pezsgőt. Mi egy garambári klasszik bűbontottunk ma, pár szóval arról beszélnék, hogy alapvetően ilyen sztereotípia alakult ki Magyarországon a pezsgővel kapcsolatosan, hogy ünnepeken, születésnapokon, karácsonykor, szilveszterkor bontunk elsősorban pezsgőket, de én úgy gondolom mégis, hogy ezt a sztereotípiát kezdjük most már teljesen elfelejteni, hanem akár egy pezsgő megbontásával és egy szürke hétköznapból ünnepnapot tudunk varázsolni. Így tesszük ezt most mi is, ugyan még nincs itt a karácsony, de, illetve a szilveszter ideje, de mégis pezsgővel próbáljuk itt az irodában zárni az évet. Egyre több pezsgővel lehet találkozni a magyar piacon, annak köszönhetően, hogy sok borászat lát ebben potenciált, vagy saját maga,
vagy szakembernek bérpalackozásra kiadja, és hogy az alaborából elkészüljenek a pezsgők. Ennek köszönhetően nagyon színes a piac, színes a paletta, rengeteg magyar pezsgőt lehet most már kóstolni, úgyhogy erre buzdítalak fel titeket, hogy keressétek a izgalmasabbnál izgalmasabb magyar pezsgőket. Ha van valami olyan pezsgő, ami nektek tetszett, írjátok meg nekünk, és arról is szívesen beszélünk, illetve mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog karácsonyt. Szilvesztert kívánok! Nagyszerű 2017-es évet zárt a Kóstolom csapata, a jövő évet még jobban várjuk, ugyanis sok tervünk és ambíciónk van, úgyhogy találkozunk jövőre. Addig pedig kellemes ünnepeket mindenkinek. És boldog új évet. Hát az az ünnepekben benne van. Mert ugye ünnepek. Karácsony, meg új év. Akkor így korrekt.